Békesség néktek! Álljunk fel és imádsággal kezdjük meg az alkalmunkat. Mennyei édesapánk, nagy háladással köszönjük meg azt neked, hogy ennek az új évnek a reggelén megállhatunk előtted, és mindez idáig megtartottál bennünket. Nem adtál át minket az enyészetnek, nem adtál át minket a gonosznak, nem árad ki ránk a te haragod. Noha megérdemeltük volna ezeket, Uram, mert rászolgáltunk, de a te kegyelmed mindeddig megtartott bennünket, mindeddig megsegített minket az Úr. Tudjuk ezt nagyon jól, Uram, és megfogalmazzuk ezt neked, előtted és egymás előtt is, dicsőítve a te nevedet. De segítségül is hívva a te nevedet, Uram, hogy áld meg ezt az évet, hogy áld meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban, ebben az órában is. Amen. Foglaljunk helyet, és majd későbbiekben fogok felolvasni két ige helyet, egy rövid bevezetés után. Azt helyezt az Úr a szívemre, és kicsit sajnálom azokat, akikkel egy autóban utaztam, mert már most harmadjára hallják ugyanezt az üzenetet, vagy legalábbis, ja igen, háromszor senki, de kétszer már, most másodjára hallgatják az üzenetet. Hát ők lehet, hogy be tudtak vele telni, én még nem, én harmadjára mondom el. Nekem sok áldás jelentett. A zsidó időszemléleten kezdtem el gondolkodni, hogyan tekintettek az ószövetségi emberek, de a mai napig a zsidók az időre. Hát ők egészen máshogy tekintenek az időre, mint mi. Nem mintha az ő órájuk gyorsabban vagy lassabban ketyegne, egyszerűen ők máshogy osztják be az idejüket, más a naptáruk is. A zsidó napok, a hónapoknak a napjai a mai napig eltérnek minden évben. Nem lehet azt mondani, hogy nekik Tisri hónap elseje, az nálunk a szeptember elseje, hanem mindig másik napra esik az ő napjuk. Mert ők a holdévet követik a mai napig, és pár év elteltével, hogyha úgy lerövidülnek emiatt az ő évjeik, akkor betesznek egy póthónapot. És akkor ki van pótolva, akkor megint előre jutottak. Na de ennél még bonyolultabb a helyzet, én nem is megyek abba bele. Azzal szeretném folytatni, hogy a zsidóknál egy kicsit fáradtabbak lehetnek a fiatalok, mint nálunk, mert ott négyszer van új év, és nem csak egyszer, mint nálunk. Na ennek egy picit utána néztem, és nagyon érdekes, ami a fák új éve, ami a mezőgazdasági évhez kötődik, az állatok új éve, ami az állatok szaporodásához, életciklusához kötődik, nem nagyon szeretnék sokat beszélni, a Biblia sem tárgyal erről, de a tizednek, a terménynek a befizetésével kapcsolatos teendők ehhez az évhez kötődtek, és ott is egy évet lezártak, egy aratási évet, egy tenyész évet az állattartók, és akkor ehhez szerint adták a papoknak a tizedet, és fizették be a templom a léviták számára, amit kellett. Ezekben most nem megyek bele. A két másik új évvel azonban szeretnék foglalkozni, mert azokkal már a Biblia is foglalkozik. Az egyik az, amit talán a legjobban ismerünk, mert a zsidóság a mai napig a Rosh Hashanát tartja az új évnek, ami azt jelenti, hogy az év feje, tehát ez az első napja az évnek, ami egyébként nem ilyenkor szokott lenni télen, hanem ősszel szokott lenni, ez a Tisri hónap, szeptember vagy október valamelyik napjára esik a mi naptárunkban a zsidó új év. Erről a Rosh Hashanáról olvasunk a Bibliában, de nem így, hogy ez az új év, hanem úgy, mint a kürtzengésnek az ünnepe. 3 Mózes 23-ban, 4 Mózes 29-ben olvasunk erről. Egy előkészítő időszaka, egy bűnbánati időszaka annak a nagyon nagy és nagyon fontos ünnepnek, amit aztán Jom Kippurnak nevezünk, Tisri hónap 10-én, a nagy engesztelési ünnepnek. A zsidó hagyomány azért teszi ide mégis a zsidó új évet, és ez nem egészen precízen biblikus,
de hát ez már évszázadok óta gyakorlat, mert azt számították ki valamikor bizonyára a bölcsek, hogy az embernek a megteremtése ezen a napon történt. Mégpedig most napjainkban, 5780 évvel ezelőtt. Ez szeptember 29-ére esett 2019-ben, amikor azt mondták a zsidó féltestvéreink, hogy 5780 esztendővel ezelőtt Isten megalkotta az embert. Tehát a kürtzengés idejét tartják ők a teremtésnek, az időszámítás kezdete. Úgy, ahogy mi is a Krisztus születését visszadatáltuk, már most a keresztjének ilyen tudósok vagy vallási vezetők, ők is ezt persze visszadatálták, tehát azért Ádám nem vezetett naplót, de ez az ünnep, ezt fejezi ki a teremtést. Biblikusabb ünnep a másik, ami Abib hónap, újabb nevén, a babiloni fogság után megváltoztak a hónapok nevei, és a babiloni neveket használják a mai napig a zsidók, Nisszán hónap elseje. Ez tavasszal van. Márciusra vagy áprilisra esik. Erről már sokkal inkább beszél a Biblia. Ezt mondja Mózes, és Isten Mózesnek, hogy ez legyen nektek az év első napja, Ábib hónap elseje, akkor jöttetek ki Egyiptomból. Hát ettől a zsidóság egy kicsit eltért. Rós Hasánakor tartja az új évet, de nagyon érdekes, hogy náluk az új év 7. hó elsején van. Mert a hónapoknak a számozása viszont maradt a biblikus. Ugye, hogy furcsán gondolkodnak a zsidók az időről. Tehát nekik az új év, az mintha nekünk július 1-e lenne. És ők a január 1-ét nem az új évnek tekintik. Mert az egy ilyen biblikus hagyomány csupán, de az ő gyakorlatuk a teremtéshez kötődik. A Biblia pedig azt mondja, hogy legyen az új év, az az, amikor én kihoztalak benneteket Egyiptomból, egy új kezdet, egy új élet. Na ezt én csak bevezetőnek szántam, nem ebben szeretnék elmélyedni, hanem inkább abban a két történetben szeretnék elmélyedni, amely új évkor, évfordulókor történt. A Bibliában olvasunk két olyan esetet, két olyan történetet, amely akkor történt, amikor új év volt. Az első eset a bibliai új év. Az Egyiptomból való kiszabadulásnak az évfordulóján történt, 2 Sámuel 11.1.2. 2 Sámuel 11.1.2. Történt az esztendő fordulásakor, amikor a királyok hadba szoktak menni, elküldte Dávid Joábot és az ő szolgáit, ővele és mind az egész Izraelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És történt este felé, hogy mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látott a tetőről egy asszonyt fürdeni, aki igen szép termetű volt. És akkor következik a Betsabéval való bűnesete Dávidnak, és az Uriásnak a megöletése története, ezt már nem fogom felolvasni, tudjuk nagyon jól. Ez a történet az évfordulókor történt, szilveszterkor történt, új évkor történt. Pontosan mikor nem tudjuk, de akkor. Arra esett. Akkor történt, amikor a királyok hadba szoktak vonulni. Két dolog miatt szoktak hadba vonulni ilyenkor a királyok. Az egyik az, hogy véget ért az esős időszak, és még nem kezdődött el a forróság, és ha valaki készült akár egy nagyobb munkára, akár egy hadjáratra, és ezt előre tudta tervezni, akkor erre az időpontra tette. Ez volt a legalkalmasabb a hadjáratra. Egy gyors hadjárat alatt nem is kellett a forró nyáron, vagy az esős télen időt tölteni a harcmezőn. Tehát ez volt az egyik ok, ami miatt a királyok ilyenkor hadba szoktak vonulni. A másik okot majd később olvassuk a 12. fejezet 26. versétől, amikor Joáb ebbe a csatába, ahova Dávid nem ment el, mégis elhívja a királyt. Gyere már el, hiányzol! A 26. verstől így hangzik a 2 Sámuel 12.
Joáb pedig hadakozott az Ammon fiainak városa Rabba ellen, és bevette a királyi várost. Követeket küldött Dávidhoz Joáb ilyen követséggel: hadakoztam Rabba ellen, és meg is vettem a városnak egyik részét, ahol a víz van, tehát a fő ütőérem már rajta tartom a kezemet. Most azért gyűjts egybe a népnek maradékát, és szállj táborba a város ellen, foglald el azt, nehogy valamiképpen, ha én foglalnám el, róla neveztessék az én nevem. Egybegyűjtötte azért Dávid mind az egész népet, és aláment Rabba ellen, és harcolt ellene, és elfoglalta azt. A királynak ott lett volna a helye a csatában végig, és amikor már a dicsőséget majdnem learadta a hadvezér, azt mondja, hogy hát kedves királyom, mégiscsak gyere már, hát nem járja az, hogy majd az a hír legyen 100 évekkel később, hogy Rabbát elfoglalta Joáb. Te foglald el, tied legyen a dicsőség, itt van a helyed, gyere már el végre a csatamezőre. És akkor Dávid elment. Ilyenkor, amikor fényes győzelem van kilátásban, a királyok ott szoktak lenni a csatamezőn. De Dávid nem ment el. Dávid egyetlen egy csatát veszítette el, ez az volt, amit nem vállalt fel. Az összes többi hadi esemény, az összes többi ütközet, az összes többi csata, ami a Bibliában Dáviddal kapcsolatban le van írva, Dávid győzelmével zárul. Ez az egyetlen egy veresége, az a csata, az a harc, amiben nem ment el, amit nem vállalt fel. Ez kudarccal végződött. Dávid a harcosoknak egyébként a példája. És Dávidnak többféle harcmodora volt. Nagyon érdekes ezt megfigyelni, hogy hogyan harcolt. Majd vissza fogok még térni erre a vesztes csatájára is, de kezdjük most a győztesekkel. Volt neki háttérharca. Olyan hadakozást vívott Dávid, amiről nem tudtak. Még a családja se hivatkozik arra, hogy Dávid azért jól helytált, akkor, amikor rátámadta a medve az oroszlán a kicsi nyájra, elvitte a báránykát, és az én fiam, mondhatta volna Isai Sámuelnek, az én fiam utána ment, és megfogta a szakállánál a medvét és az oroszlánt, és legyőzte. Nem volt Dávid erről híres. A háttérben vívte ezeket a harcait. Senki nem látta. Életével játszott, óriási győzelmet aratott, fiatal fiúcskaként legyőzött vadállatokat, kimentette a kis bárányt, megmentette a nyájat, de nem tudott róla senki, nem tartották számon. Ő mondja el Saulnak majd később, hogy a te szolgád ezt is megtette. De a testvérei nem dicsekednek vele, amikor jön Sámuel királlyá kenni valakit Isai fiai közül. Hát nincs itt több fiú. Jó, hát van még egy nagy híres vezér, az mindig leveri a medvét, az oroszlánt. Nem ismerték erről Dávidot. És a te életedben is vannak olyan harcok, amiről senki nem tud. Azokat te vívod meg. A saját térdeiden, a saját lelkedben, lehet, hogy még a házastársad sem, a családod sem tudja azokat a kutya kemény küzdelmeket, amiket az Úr Jézus Krisztus nevében vívsz. Önmagaddal, démonokkal, esetekkel, bűnökkel, másokkal, mások lelkének a megmentéséért, gyülekezetért, amik ilyen néma küzdelmek, senki nem fog róla soha megemlékezni, a te háttérharcaid, a te csatáid. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen harcaink. És nagyon fontos, hogy ezekben helyt tudjunk állni becsülettel. Az ördögvízést szokták emlegetni, éppen kaptam a napokban egy levelet, egy fiatal tett fel kérdéseket, egyébként nem ismerem. Ő neki tudom a nevét, de nem máshonnan, messziről írt. A démonűzéssel kapcsolatban tett fel kérdéseket, hogy kell démont űzni, hogy mennek ezek a dolgok. Mondom, amikor rátámadnak a démonok, és erős kísértés van, természet feletti terhek nehezednek rád, az is démonűzés. Amikor kiállsz az Úr mellett, amikor ellenállsz a gonosz kísértésének, az is démonűzés. Esetleg parancsolsz is, hogy távozz tőlem. Nem másból űzöd ki, hanem magadtól űzöd el. Az is démonűzés. Amikor ilyen tusába vagy benne, amikor harcolsz a térdeiden,
talán hetekig, hónapokig tart, nem tud róla senki. Dávid ilyen harcokat is vívott. Aztán olyan harcot is vívott, ami meg az előtérben történt. Asszonyok körtáncot lejtettek, és hangosan énekelték, országvilág füle hallatára, hogy legyőzte Saul az ő ezerét, Dávid is az ő tízezerét. Hát ez olyan, mintha az újságok címlapján jelent volna meg. Győzött Dávid. A hódolók, akik azt mondták, ez a Dávid igazán fiatal, csinos fiatalember, jó, erős és sikeres, áldott. Összejöttek a lányok, asszonyok, és énekeltek, közhírítették. Vannak olyan harcok is, amiket mindenki szem előtt kell felvállalni. És vannak olyan típusú emberek, személyiségek, hívők, akik sokkal szívesebben harcolnak a medvékkel, oroszlánokkal, mint a filiszteusokkal. És azt mondják, ó, hát én nem való vagyok arra, hogy a körtáncba rólam énekeljenek. Én nem való vagyok arra, hogy az újságok címlapján én szerepeljek. Megyek, én megkeresem az én kis báránykámat, valamelyik oroszlán, valamelyik medve szájából előhúzom. Dávid felvállalta a hírességet is, a nyilvános győzelmet is, a tízezernek a leverését is. Ha nem látott senki, hát nem látott. Ha látott mindenki, hát akkor láttak. Ilyen csatákat is megvívott, meg olyan csatákat is megvívott. Ezekben is győzedelmesen került ki, és azokban is győzedelmesen került ki. Nem az a lényeg, hányan látnak, hanem hogy az Úrnak harcait harcolod-e? Hogy Abigail jellemzi Dávidot. Az én uram az Úrnak harcait harcolja. Ismerték azt, hogy te nem a hírnévért csinálod ezt, hanem az Úrért csinálod, és az Úr nevében csinálod. Így kell mi is tegyük, felvállalni, ha kell a hírnevet, büszkeség nélkül, felvállalni, ha kell a háttérharcot, elkeseredés, csüggedés nélkül. Aztán nagyon tetszik nekem, hogy Dávid harcolt Góliáttal szemben. Ezt elneveztem harc nélküli győzelemnek. Egy paritja röppentés, egy kavics, és Góliátnak vége van. Nem kellett harcolni. Győzni kellett. Nem harcolni ment ki, hanem győzni ment ki. Meg is jelenti, én fogok győzni. Góliát nem értett egyet vele, azt mondja, én fogok győzni. Nem, Góliát, tévedsz. Amúgy nagyon okos vagy, nagyobb is a fejed, mint a többinek, de nem szorult bele annyi ész, hogy tudjad, hogy a seregek ura ellen nem fogsz győzedelmeskedni. Én fogok győzni. Nem lett volna esélye a harcra, de a győzelemre volt esélye. És ezt azért mondom el, mert vannak néha hívők, megkérdezzük egymást, hogy vagy testvér? Mostanában sok harcom van. És amikor én ezt hallom, akkor néha bennem úgy fel kell a gyanú, elnézést, hogy ilyen gonosz természetem van, hogy ez a testvér nem kéne harcoljon. Mostanában sok harcom van. Ez a testvér beengedett olyan testiségeket az életébe, én is vagyok ilyen, hogy olyan harcokba megyek bele, amikben nem kéne, hogy belemenjek. Amiket egy pillanat alatt kéne győzelmeket arassak, ahelyett én veszteglek, tusakodok a gonosszal, meg a vágyaimmal, meg a kívánságaimmal, meg a anyagiasságommal, meg a hitetlenkedésemmel, ahelyett, hogy egy szempillantás alatt győzedelmeskednék. Azt mondja Pál apostol, hogy a test a szellem ellen tusakodik, a szellem meg a test ellen, hogy ne azt cselekedjétek, ami az Isten akarata. Van olyan harc, ami elvon a győzelemtől. Van olyan győzelem, amit harc nélkül kell learatni egyetlen pillanat alatt. És aztán ez a Betsabéval kapcsolatos esete Dávidnak, ez egy harc nélküli vereség volt. Nem harc nélküli győzelem, hanem egy harc nélküli vereség volt. Ezt meg fel kellett volna vállalni, hogy elmegyek a katonáimmal, elmegyek Úriással, és együtt küzdök, és nem a feleségét fogom elcsábítani, vagy ő engem, hanem válvetve, imádkozva, az én vitézemmel együtt küzdök a csatamezőn, meg Joábbal együtt. Felvállalom a harcot, és nem keveredek olyan bűnökbe, amiket csak azért követek el, mert nem harcolok. Nagyon jó, hogy előttünk van ez a Dávidnak a sokféle harcmodora. Lehetne többet is hozni talán, én ezt a négyet találtam.
Nagyon érdekes az a francia mondás, bizonyára ismerjük, filmekben szokott elhangzani, hát világi mondás, de igaz. Cherchez la femme. Keresd a nőt. A háttérben ott kell legyen a nő. Hívő körökben is hallottam, hogy de hitetlen körökben is, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő. És Isten minden áldott szolgája mögött ott áll egy nő. Ha nem házasodott meg, akkor az anyja. Vagy a Magdalai Máriája. Ahogy Jézus mögött ott állt egy csoport nő. Vagy Mária, aki megkente a lábát. De gondoljunk arra, hogy Ádám talán soha nem bukott volna el, ha Éva által nem kísérti meg az ördög. Dávid soha nem bukott volna el, talán, hogyha Betsabé által nem kísérti meg az ördög. Úgyhogy kedves nőtestvérek, asszonyok és lányok, Isten nagyon fontos szerepet adott nektek. Hát azt bizonyára túlzás lenne mondani, mint a világ, hogy a férfi a fej, de a nyak mozgatja. De nagyon nagy kihatással van a férfiakra, vezetőkre, férjekre, hogy milyen feleség az, aki ott áll a háttérben, mennyire tudja segíteni a szolgálatát. Többen elmondják, az én tapasztalataim is teljesen megegyeznek, a legtöbb keserűséget egy férfinak a felesége tudja okozni. Semmi nem tudja jobban elkeseríteni a férfit, mint a felesége. És senki nem tudja annál jobban bátorítani, mint a felesége. Nincs még egy olyan üzemanyag az emberek között, aki annyira tudná segíteni a férfit, mint a felesége. Nagyon fontos szerepet bízott rátok, kedves nőtestvérek, az Úr. És egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan viselkedtek. Hogy a kísértésben váltok az ördög eszközévé egy férfi számára, vagy pedig az ő győzelmében váltok eszközévé az Isten számára. Hogy diadalra segítitek a férfiakat, vagy kísértésbe viszitek a férfiakat. Ez a nőkön múlik. Nagyban múlik a nőkön. Nagyban múlik. Nagyon-nagyon fontos, hogy milyen eszközzé válsz. Nagyon-nagyon fontos, hogy a nő hogyan bánik a testével, és hogyan bánik a lelkével. Betsabé nem takarta el a testét. Nem palástolta el a testét. Amit Isten kívülre helyezett, arról Isten azt kéri, hogy azt takard el. Én kitettem, te pedig tedd be. Én láthatóvá tettem, így alkottam meg, de arra kérlek téged, és ez a te felelősséged, hogy takard el a te testedet. És valamit pedig beléd alkottam, beléd teremtettem, mélyen beléd. Ez a te jó lelkűséged, szelíd lelkűséged. A szívnek elrejtett ember, ezt én nem tettem láthatóvá. Na ezt tedd láthatóvá. Ez a nőknek a dolga, ezt mondja a Biblia. Hogy a szívnek elrejtett embere, ez jöjjön ki az asszonyokból, ez jöjjön ki a lányokból. Ezzel kellessék magukat, ezzel akarjanak megfogni férfiakat. Nem kacérsággal, szolgálattal, szentséggel, szelíd lelkűséggel, hittel, amely testet ölt az életükben. A testüket pedig takarják el. Betsabé ebben vétkezett, és ebben rossz példa. Abigail egészen más példa volt. Abigail megfékezte Dávidot az ő bűnében. Ment volna dühösen elveszíteni Nábált, Dávid. De Abigail kitalálta, hogyan tudná lecsendesíteni Dávidot, hogyan tudná megmenteni a férjét, akivel majd Isten végzett végül Nábállal, és azt mondta Dávid, ez az asszony olyan okos és bölcs. Annyira tetszik a hite, hogy ezt elveszem feleségül. Jól tette. Abigail lett a felesége. Betsabé is a felesége lett. De Betsabé esetében ez az asszony az ördög eszköze volt, Abigail esetében ez az asszony az Isten eszköze volt. Kedves nőtestvérem, te kivé akarsz válni? Betsabévé vagy Abigaillá? Dávid ott vétkezett, hogy nem tett eleget annak a parancsolatnak, amit majd aztán az Úr Jézustól tudunk, és az Úr Jézus beszél erről a hegyi beszédben, Máté 5.29.30-ban, ha megbotránkoztat téged a te szemed, vájd ki. Ha megbotránkoztat téged a te kezed, akkor vágd le és dobd el magadtól. Ezt kellett volna, hogy tegye. Meglátta, és el kellett volna, hogy forduljon.
Sokan úgy értik ezt az igét, hogy válja ki a szemét, hogy dobja el a kezét, hogy a kísértés forrást kell megszüntetni. És hallottam ilyen ige magyarázatot, amiben sok igazság is van, hogy József ezért menekült el Potifártól. Ezért hagyta ott a ruháját, és elmenekült. Ha van ilyen kísértésed, akkor fussál el, hagyd ott. Hát ez tényleg igaz, hogy eddig a határig néha el kell jutni, csak azért vegyük azt is számításba, hogy József nem ezzel kezdte. Nem az volt az első, hogy azt mondta Potifárné, hájj velem, és József kifutott. Hanem József azt mondta, hogyan vétkezhetnék Isten ellen. Gondolkodom rajta, hogy vétkezhetnék Isten ellen, de nem jut eszembe semmi. Nem vétkezhetek Isten ellen. Bizonyságot tesz. És ott van abban a házban sok-sok lehetőség adódva azzal a nővel, aki kivetette rá a hálóját, és azt mondja, hogy nem fogom ezt tenni. Nem tette egy napig, nem tette két napig, nem tudjuk meddig nem tette. Hetekig, hónapokig állt ellen. Kiválta a szemét, és levágta a kezét. Nem nyúlok hozzád, nem tekintek rád. És amikor már erőszakos volt Potifárné, akkor utána elment József. Akkor azt mondja, megszüntetem a kísértés forrás. Ha valakit börtönbe zárnak, mondjuk a hitéért, és azzal büszkélkedik 20 év múlva, hogy én nőre nem néztem 20 évig. Nem tudom, Isten mennyire lenne boldog ettől a bizonyságtételt. Hát persze, hogy nem néztél nőre, hát a négy falat láttad meg a verőidet. Olyankor könnyű nem vétkezni. Ez az ige, amikor Jézus erre bátorít minket, és amit kellett volna tegyen Dávid is. Noha ott van a kísértés forrás, nem tudom kiküszöbölni. Az osztályteremből nem űzheted ki, kedves diák, a miniszoknyás osztálytársaidat, vagy tanárnénieidet, ezt nem teheted meg. Egyetlen megoldás marad. Kiválni a szemedet. Levágni a kezedet. Nincs más megoldás. Ott lesz a kísértés forrás. Valamit ki tudsz tenni az ajtódon, ki tudod tenni a szűrét a házadból, de valamit nem tudsz kitenni. És mindig lesznek olyanok, amit nem tudsz kitenni. Vasmanné példája jut eszembe, akit, amikor egy barátja utazott vonaton, akkor odahívták ezt a hívő testvért, hogy gyere, nincs ki a létszám, kártyázz velünk egy jót. Azt mondja, nem tehetem, mert nincs kezem. Mondják neki, ne butás, hogy hát látjuk, hogy megvan mind a két kezed, hát te nem egy nyomorék vagy, hogy beszélsz, hogy nincs kezed, gyere, kártyázz velünk. Jaj, azt mondja, az a kezem, amivel a Bibliát kinyitom, az itt van. De amivel a kártyát fogom meg, az már nincs itt. Így kell ezt érteni. Az a szemed, amivel olyat nézel, az a kezed, amivel olyat tapintasz, az már nincs meg. Meghalt, a Krisztussal együtt megfeszítetett. Új szemem van, és új kezem van. Bibliát néző, Bibliát nyitó kezem és szemem. Ez volt a Dávidnak az osztály része. Aztán hadd említsek még ezzel a történettel kapcsolatban egy fontos területet. Mire volt visszavezethető tulajdonképpen Dávidnak ez a bűne? Nem azt látjuk az igéből, hogy Dávidban ott volt egy mélyen elültetett parázna szellemiség, amitől nem tudott szabadulni. Másról van szó. 2 Sámuel 12.8-ban olvassuk azt, amikor Nátán próféta Istentől indítva elmegy és meginti Dávidot. És a 8. versben Isten nevében így szól Nátán Dávidhoz. Neked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebeledbe, ennek felette neked adtam Izraelnek és Júdának házát, és ez még kevés volt, ezt s ezt adtam volna neked. Dávid nem volt megelégedett. Nem volt elég az, amit Istentől kapott. És ő olyan dolgot akart magának, amit Isten nem adott neki. Nekünk ebből a világból annyi kell, testvérek, amit Isten nekünk ad. Több nem kell. És amikor a felett óhajtozunk bizonyos javakra, testi javakra, anyagi javakra, valaki az ifjúságra óhajtozik és szépítgeti magát,
valaki ruhákat vesz fel, valaki sportol, valaki szerelembe esik, hát valaki a pénzt hajhásza. Amikor több kell annál, mint amit Isten adott, akkor jön a kísértés, és ki fog engem borítani. Ez volt Dávid szívében a gyökér. Nem volt megelégedve azzal a nagyon sok mindennel, amit Isten adott neki. Nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Óriási gazdag ember az, aki azt mondja, Uram, nekem ennyit adtál, ez nekem elég. Hát így a testi szemeimnek kevésnek tűnik, de hit szemeimmel olyan gazdag vagy, ezt is még készülsz nekem adni. Istennek vannak ajándékai 2020-ra is, fizikai ajándékai, testi értelemben, anyagi értelemben, pénz értelmében olyan ajándékai, amiket nekünk elkészített. És sokszor nem csak az van, hogy nem elégszünk meg vele, hanem én azt látom, nem aknázzuk ki azokat a lehetőségeket, amit például Isten elkészített egy házasságban. Tehát lehet érthetőbb lenne az, hogy nem ment el háborúzni az ammóniak ellen Dávid, Joábbal, ha azt mondta volna, Abigaillal elmentem egy hétre üdülni. És én vele szeretnék lenni. Olyan bölcs ez az asszony. Én még tanulni akarok tőle. Én imádkozni akarok vele. Én együtt akarok vele tölteni egy egész hetet. Éjjel-nappal. Akkor talán úgy érthetőbb lenne. Hát jó, hát ha választani kéne, hát én se háborút választanám. De nem arról volt szó, hogy mindent kiaknázott, amit Isten adott neki. Ott hagyta az ajándékait kibontatlanul, és újabbakra és újabbakra vágyakozott, elfogta Dávidot a 21. századi fogyasztói lelkület, fogyasztói szemlélet. Egy pillanatra. Hát Isten őrizzen meg bennünket attól, testvérek, hogy ebbe a fogyasztói szemléletbe az olcsó hitelekkel, meg a színpompás kirakatokkal, meg a rengeteg webshoppal belesodródjunk. Elégedjünk meg azzal, amit Isten adott. Bőségesen elég is. Nagyon sok bűnnek elejét fogjuk venni. Ezt a részt hadd zárjam le azzal, amit nagyon fontosnak tartok a kísértéssel kapcsolatban, hiszen Dávid kísértésbe esett. A kísértés nekem úgy magyarázták el, és én ezen nagyon egyetértek, egyébként Viktor Isti bácsinak volt a veszőparipája, sokszor elmondta, és jó, hogy sokszor elmondta, hogy a kísértés az kísérlet. Hát azért Isti bácsi a Bibliából, amikor követte az alapigéket, amiket felolvastak a szószéken, ugye sok prédikációt hallgattunk egymástól, ő mindig a görög Bibliát hozta el, a magyar Biblia nem volt nála. Tehát azért ő így merte ezt a kijelentést tenni, hogy a kísértés az mindig kísérlet. Azt így kell értelmezni, kísérlet. Vagy egy bizonyos lelki szinten, ezt már én teszem hozzá magyarázatként, vagy egy bizonyos lelki szinten, Istennel való kapcsolatban, lelki gazdagságban, és a sátán megkísérel téged a kísértés által lefokozni, elvenni a te javaidat. Beíratni téged negyedik osztályból harmadik osztályba. Lefele haladjál. Ezt megkísérli a sátán, hogy lecsökkenjen a te erőd, lecsökkenjen a te buzgóságod. Ugyaneznél a kísértésnél egy időben Isten kísérletet tesz arra, hogy téged a negyedik osztályból az ötödikbe irasson. Hogy te azután a kísértés után ne azon a szellemi színvonalon maradjál, hanem erősebb legyél. Ugyanakkor Isten ezt cselekszik. És Jakab azzal kezdi a levelét, képzeljétek el, miután köszön a gyülekezetnek, jó napot kívánok, Jakab 1-1, utána Jakab 1-2 azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek. Megmondom nektek, hogy ennek az igének eleget tenni elég nagy fejtörést okoz nekem, és nagyon sokszor beletörik a bicskám, hogy most komolyan ennek kéne örülni. Na jó, még egy picit tudnék örülni ennek a kísértésnek, de teljes örömnek tartsam, hogy kísértés alatt vagyok. És testvérek, amikor Dávid meghallotta, hogy támad az ellenség. Egy olyan ember, aki hozzászokott a győzelemhez, hozzászokott az áldáshoz. És hallja, hogy jön Góliát, jönnek a filiszteusok, jönnek az ammóniták, rátörnek. Dávid, úgy el tudom képzelni, hogy ült ott a palotájában, és azt mondja, mint amit én szoktam a feleségemnek,
amikor ilyen alkalmakra is akár eljövök otthonról, mint a mostani, elmentem győzni. Biztos, hogy győzni fogok. Isten felkent fiúcska korom óta, és győzelemre vezet az én Istenem. Jön a kísértés. Halleluja. Növekedni fogok. Erősebb leszek. Győzelmet fogok aratni. Jön az ördög, és megkísérel engem lejjebb pakolni, elgyengíteni. Ho-ho, barátocskám, nem úgy van az. Mert közben az Isten kegyelme engem fel fog emelni. Minden kísértés újabb erő. Minden kísértés újabb diadal. Teljes örömnek tartsátok, testvérek, hogy megint győzelmet fogtok aratni. Halleluja! Hát nem mintha keresnénk, vagy kívánnánk a kísértést. Hanem annak örülünk, hogy a mi Istenünk 2020-ban is, 2000 éve, meg még régebb óta, világ teremtése óta, 5780 éve képes megtartani azokat, akik rátekintenek. És ugyanaz az ember, aki azt mondta, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek, azt is mondja, hogy az Isten nem kísért senkit gonosszal. És Isten nem kísérthető, és ő sem kísért. Na most akkor hogy van? Most örüljünk neki, vagy az Úrtól van, nem az Úrtól van? Hát ez a megoldás, hogy Isten nem akarja, hogy te a gonosz által lejjebb essél. Az Isten azt akarja, hogy amikor megkísért a gonosz, akkor diadalmaskodj felette, taposd meg a skorpiókat és az ellenség minden erejét, és te győztesen kerülj ki a csatából, és egy újabb területet foglalj el magadnak. Szeretnék rátérni a másik újévi történetre. Ezt már rövidebben fogom magyarázni, nem kell izgulni. Ez a második történet viszont hosszabb magából a Bibliából. Ez a másik újévkor történt, a mostani Rosh Hashanakor, a hetedik hónap elsején. Nehémiás 8:1-12. Gyönyörűséges történet. Mikor eljött a hetedik hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt volt, és mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvényének a könyvét, amelyet parancsolt az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elejében, melyben együtt voltak férfiak és asszonyok, és mindazok, akik azt értelemmel hallgathatták a hetedik hónap első napján. Rosh Hashanakor, a kürtzengés ünnepén, Jom Kippur előtt, a nagy engesztelés előtt 10 nappal felálltak, hogy Bibliát olvassanak. És olvasott abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől fogva délig. A férfiak és az asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik azt érthetik, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. Jaj, testvérek, azt a feladatot adnám most, lehetne egy ilyen kötelező házi feladatot feladni az ige hirdetőknek, lenne egy ilyen lehetőségünk. Most feladnám nektek úgy kicsit megleckéztetve a gyülekezetet. A 2 Mózes 20-tól el kell olvasni a 4 Mózes végéig. Nem tudom, ki élvezné, hogy most reggeltől délig elolvasta ezt a 2,5 könyvet, ami tele van olyanokkal, hogy a pap milyen áldozati részt, hogy lóbáljon, meg hol füstölögtesse el, meg milyen oltáron, meg milyen öltözetben, meg mikor, meg mit mondva, meg mit imádkozva, meg a hamut hova szórva, kinek. Erről szól ez a 2,5 rész, hát úgy nagyjából, nem pontosan, mert vannak benne azért más részek is, de ez a lényege. Képzeljétek el, hogy állva, tehát felállva hallgatni az igét, reggeltől délig a Mózes 5 könyvét. Teljes figyelemmel és odaadással. Testvérek, amikor jön az Úr, mindegy mi a kaja. Mindegy mi. Gyerekeim leülnek az ételhez is. Nekem már megint ez van. Ezt tettük tegnap is. Hát 11-ből 11 féle ízlés. Ez nem kell, az nem kell. Jön egy kis éjség. Legjobb szakács. Megfőzi az ételt. Teljesen mindegy, mi van az asztalon. A cipőtalpat is megrágják. A cipőtalpat is. A patkányt is megsütötték. Meg a szamárfejet megették.
az éhség a legjobb szakács. Mikor Isten éhséget ad, amikor ott van a szívben a vágy, Bibliát, akkor mindegy, hogy Mózes könyve, Jelenések könyve, csak jöjjön már, csak halljuk már, mindenből kisül valami jó, minden beépül, minden hasznosítva lesz, minden porcikája az igének. Óriási dolog. Hát itt is ez történt. Nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. Ki kíváncsi a törvényre? Hát az Istentől felindított és kiéhezett ember, az Isten koldusai, boldogok a lelki szegények, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Mert van Mózesük, vannak prófétáik, és van Krisztusuk, és vannak apostolaik, dicsőség Istennek. Át pedig az írástudó Esdrás egy ezen célra csinált faemelvényen, mellett áll jobb kéz felől, és nem olvasom fel, hogy kik, zsidó nevek, és felnyitotta Esdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte volt az egész népnek, és amikor fölnyitotta, felhált az egész nép, és áldotta Esdrás az Urat, a Nagy Istent, és felelt rá az egész nép felemelt kezekkel, ámen, ámen, és meghajtván magukat leborultak az Úr előtt arccal a földre. Láttok olyan képeket, hogy London, Amsterdam, Brüsszel hogyan vált a főtereik muzulmán istentiszteletek részévé napjainkban. Kimegy több ezer muzulmán ember, és ott csinálják együtt az imádságot, leborulnak. Van benne egy erő, amivel ők élnek. Gondoljátok el, mikor egy egész nép bibliaolvasás közben leborul. Felállnak, és nem bírnak állva maradni. Szóval olyan hatást, nem hátraesnek, hanem a hódolattól leborulnak. Dicsőség Istennek a törvényért. És Jósué és Báni, és megint zsidó nevek, itt állnak még. Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, és utána magyarázták. És a nép megértette az olvasottakat. De jó, mikor valaki megérti a Bibliát. Jézusnál sokat olvassuk, hogy mondott nekik valamit, de nem értették. A szülők utána mentek a 12 éves Jézusnak. Hát te miért vagy itt? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lenni? De nem értették a szülők. Ezt olvassuk a Lukács evangéliumban. Ekkor Nehémiás, a király helytartója és Esdrás pap, az írástudó és a léviták, akik magyaráznak a népnek, így szóltak az egész néphez: e nap szent az Úrnak, a ti isteneteknek, ne keseregjetek és ne sírjatok. Mert sírt az egész nép, amikor a törvény beszédeit hallotta. Végünk van. Ezt értették meg. Végünk van. Nekünk annyi. És ezt értette meg Jósiás, amikor felújítatja a templomot, benne már Isten munkálkodik, és megtalálják a Bibliát. Nem volt Biblia. Be volt valahol falazva. Egy rossz Biblia, mint Luther idejében, hogy egyetlen Biblia volt a kolostorban, és ki volt láncolva. Megtaláltak egy kósza Bibliát, hát a Mózes öt könyvét, és Jósiás elkezdi olvasni, ugyanide jut. Végem van. Megtépi a ruháját. Végünk van, teljesen. Olyan dolgokat csináltunk, amit Isten gyűlöl. És azt mondta, hogy ezért fogságra fogtok kerülni. Nem kerülhetjük el a fogságot. És elkezd imádkozni, megalázza magát, és az egész néphez papokat küld, katonák kísérték a papokat, hogy senki ne merje Isten szolgáit bántani. Hirdette a törvényt. Alázzátok meg magatokat, térjetek meg, mint Ninive. 40 nap és elpusztultok, megértették és megalázták magukat. Hát, ha van egy kiskapu? És bementek a kiskapun. A niniveiek is, Jósiás is bement. Akkor volt kicsi gyerek Dániel, akkor tért meg Dániel abba az ébredésbe. És aztán jöttek az istentelen királyok, jött a fogság, és Dánielt vitték, hogy megtöríthessen a Bukodonozort, a világ legnagyobb fejedelmét. A Jósiás féle ébredésben tért meg Dániel. Így alázza meg magát itt az egész nép. Végünk van. Olyan dolgokat olvasunk, ami a mi veszedelmünkre van. És elkezdtek sírni a bűneik felett. És Istennek a szolgái magyarázták a Bibliát. És elkezdtek kegyelmet hirdetni. És elkezdték mondani: menjetek, egyetek kövért, igyatok édest, küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készítetett, mert szent a nap a mi Urunknak. Ez az új év. Szent a nap a mi Urunknak. Ne bánkodjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek.
Testvér, mikor te bánod a bűnödet, Isten örül neki. Isten örül neki. Amikor leborulsz, amikor szereted hallgatni az igét, még akkor is, ha vesztedre van, azt mondod, ez az igaz. Az ige az igaz, és én vagyok a nem igaz. És amikor így leborulsz, és megalázod magad, Isten elkezd örülni, és azt mondja, tetszik, hogy ti megalázzátok magatokat. Elfogadom ezt az alázatot. Elfogadom a bűnbánatot. Elfogadom a leborulást. Gyönyörködöm abban, hogy megaláztátok magatokat. Isten örül. Isten örül. És azt üzeni Isten a prófétákon keresztül, most már ti is örüljetek. Úgy kisírtátok magatokat, most már örvendezhettek. Ha megvan az elveszett. Mikor megtalálja az asszony az elveszettet, mit csinál? Azt mondja a szomszéd asszonynak, gyertek, örüljetek velem! Mikor megtalálja a bárányt a pásztor, összehívja a szomszédait, gyertek, megtaláltam a bárányomat, örüljetek velem! Amikor jön a nagyobb fiú, mind a Lukás 15-ben van leírva, jön a nagyobb fiú, és zugolódik, az apja azt mondja, örülnöd kellene, fiam! Hát hazajött a kicsi. Örüljetek velem együtt, mondja Isten. Örvendezem a könnyeitek felett. És arra hívlak benneteket, hogy örvendezzetek velem együtt. Na ez a biblikus sorrend. Éhség, ige, bűnbánat, alázat, kegyelem, öröm. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljenek. Tehát vétkeztem, hát azért örülj, mert megbántad. Mert fáj, mert tudod? Örvendez. A léviták is csendesítették az egész népet, hallgassatok, mert a nap szent, és ne bánkódjatok. Elment azért mind az egész nép enni és inni és részt küldeni és szerezni nagy vigasságot, mert megértették a beszédeket, amelyekre őket tanították. Megértették a törvényt és megértették a kegyelmet. Megjelent az Isten fia, aki igazsággal és kegyelemmel volt teljes. Kettő egyszerre van benne Jézusban. Igazság és kegyelem. Egyik se ér a másik nélkül semmit. Azzal szeretném zárni egy olyan tanítással, amely a tanítással kapcsolatos. Azt értettem meg, és ebben a történetben, ebben a szilveszteri történetben, újévi történetben ezt látjuk, hogy mi, akik tanítók vagyunk, többen vagyunk, de családfők is tanítjuk a gyermekeinket. Nagyon sokszor megcélozzuk a tant. Szeretném, hogy így öltözködj, így beszélj, így viselkedj, ezt csináld, azt csináld. Megtanítjuk az embereknek. És attól kezdtem el félni nemrég, hogy a végén még nehogy az legyen, hogy megcsinálják. És elkezdik azért csinálni, mert valaki mondta. Mert valaki tanította őket. És rájöttem, hogy a tanításnak a lényege nem a tan, hanem a tanításnak a lényege az, ami itt történt, hogy ezeket a kemény, nehezen magyarázható, nehéz igéket mondták, de úgy mondták a népnek, hogy közben azok nem a tanhoz jutottak el, hanem előbb Istenhez jutottak el. És Jézus azt mondja a János 6-ban, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Volt egy testvér, akinek mondtam dolgokat, intettem, bátorítottam, buzdítottam, hosszan beszélgettünk. Eltelt 2 hét, felhív telefonon. Testvér, mit értettem meg az igéből? Óriási dolog, megújult az életem. Mindent más fényben látok, csodálatos. Mondom, ember, nem emlékszel, hogy találkoztunk 2 héttel ezelőtt? De azt mondja, emlékszem. Nem emlékszel, hogy én ugyanezeket mondtam neked? Azt mondja, nem. De hát mondom, ugyanezt magyaráztam. Próbáltam kézzel-lábbal megértetni, hogy mi az igazság. Azt felelte, tudod, más az, ha az Úr mondja. Igaza volt. Így van. Még az lett volna a baj, ha megérti, amit mondok, és úgy csinálja. Anélkül, hogy oda ment volna az Úr Jézushoz. Úgy kell tanítsunk, hogy az emberek azt mondják, én szeretnék Jézussal kapcsolatba kerülni. Amikor a törvényt magyarázzuk. És oda mennek az emberek, és Isten mondja nekik, na csinál csak meg azt, amit mondott az a testvér, vagy amit a szívedre helyezek.
És akkor elkezdi úgy csinálni, hogy Istentől tanultam. Azt nem fogja abba hagyni. Abban nem fog beletörni a bicskája. Abban meg fog maradni, amit az Úrtól vett el. Amit csak tan szinten sajátítunk el, az nem marad meg. De amit Isten mondott, azok megmaradnak. És így kell nekünk tanítani, erre törekedni, hogy Istennel kerüljenek kapcsolatba a hallgatók, és ne pedig elkezdjék gépiesen csinálni, utánozni azt, amit nekik tanítunk. De ehhez az is kell, és ez a másik oldal, hogy úgy jöjjenek a hallgatók, mint hogy ezek az emberek mentek. Bánd és Annyi bácsi kezdte így, sokat idézett szolgálatát. Úgy akarok közöttetek most szolgálni, mint ahogy fákja, amikor átmegy a benzines palackok között. És ez történt. Jött egy tüzes testvér, és mi ott voltunk, fügtünk rajta, és csak vártuk, hogy mit mond az Úr. És lobbantunk be, mint annyian. Úgy kell menni az ige hirdetésre, mondom a szekhalmi testvéreknek többször, órákat készülök egy ilyen ige hirdetése is, csak most, mint ez a mostani. Órákat. Te hogy jössz el, testvérem? Te hogy készültél fel az Isten tiszteletre? Úgy kell jönni, hogy a Krisztusnak az igája legyen rajtad. Ami azt jelenti, hogy itt vagyok, az iga rajtam van, Uram, irányítható vagyok és munkára fogható. Merre menjek? Milyen munkát végzel? Sokan ugye elmennek pőré. Hát az egyik testvér kitakarít, a másik zongorázik, a harmadik prédikál, hát ez így nekünk pont jó. Az ige hirdetésre fel kell készülni. Amikor vendégségben megyek, testvérek, a Vince családhoz ebédelni, akkor én előtte nem fogom degeszre enni magam, hanem úgy megyek, hogy el tudjam fogadni az ételt. Amikor én megyek a vasárnapi Isten tiszteletre, akkor én felkészítem magam. Felveszem a Krisztus igáját. Mit szólsz, Uram? Én hol van a te szolgád? Legyen nékem a te akaratod szerint. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ki van hegyezve, pucolva a fülem, látod, a szívem tiszta. Megtisztítottam a te igéd számára. És ha így jön a tanítás, a szikra, hogy van benzines palack, akkor történnek azok a dolgok, amik történtek Esdrás, Nehémiás idejében, amik történtek a Jósiás féle ébredés idejében, és ami kell, hogy történjenek mindig. Testvérek, azzal zárom, hogy 2020-ban is minden kísértés vigyen minket előre. Pokol hatalma is feléd segél. Éljük meg ezt gazdagon ebben az évben. Minden egyes kísértés segítsen téged előre. És az Isten igéje borítson téged lángba 2020-ban is. Amen. Amen. Énekeljünk egy éneket.